Az év trubadúrja lett a kanizsai Pelesz Alexandra. Az Irodalmi Rádió tavaly ősszel meghirdetett országos megmérettetésére szerelmes versekkel lehetett pályázni. A kiskanizsai tanító több verssel is indult, ezek közül a zsűri két alkotását is a legjobbnak találta. Pelesz Alexandra ugyan nem tudott részt venni az év elején tartott díjátadón, de nagyon örült az eredménynek. Az író mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, ugyanis tavaly tavasszal mutatta be első önálló novellás kötetét, amit aztán egy kisregény követett, nemrég pedig a Gyászmunka című alkotása jelent meg. Pelesz Alexandra a Híradónak arról is elárult néhány részletet, hogy a jövőben mivel készül olvasói számára. Van egy könyv, amin dolgozom, amiről még egyelőre nem szeretnék annyira beszélni, tehát konkrétan, hogy miről, kiről szól, de ez is hát nyáron, ősszel szerintem meg fog jelenni, illetve ezen kívül verses kötettel is szeretnék készülni, azt pedig külön olvasói kérésre, mert annyira sok a visszajelzés, hogy szeretik a verseimet, és szeretnék ezt kötetben látni, hogy nyilván azzal is meg fogok próbálkozni, és igazából mindegyik munkámat, amik a gépen hevernek most még, azokat előbb-utóbb szeretném szépen sorban könyvformájában is látni. De hát ehhez idő kell nyilván.